Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti mozaikot, a Kistelekvárosi Televízió magazin műsorát látják. Mai műsorunkban az általános iskola versmondó versenyén díjazottak a Költészet napja alkalmából verset mondanak, beszámolunk a Szőtteseink című tárlat megnyitójáról, és bekukkantunk a könyvtárba is, ahol az irodalomkedvelőket várták a Kisteleki Költőklub közreműködésével. Tartsanak velünk! Április 11. a Költészet napja. Az általános iskola versmondó versenyén díjazottak ebből az alkalomból mondtak verset stúdiónkban. A gyerekek bátran vállalták a szereplést a kamerák előtt is. Mántovics Éva, szerencse, hogy csaj vagyok. Szerencse, hogy csaj vagyok, mert a fiúk mind rosszak. Esnek, kelnek, törnek, zúznak, hangyát, gyíkot kínoznak. Egyik másik olyan fura, azt hiszi, hogy menő így, pedig flagma dumájával egyszerűen megőrít. Némelyikük meg csak szájhős, löki, mint egy nagy vagány, s úgy pózol, hogy elaléjunk atlétikus alkatán. Az ajtónál lögdösörnek, ők futnak ki elsőnek, pedig minden apró gesztus jól tud esni egy nőnek. Nem dicsérik meg a blúzunk, sem a tuti frizuránk, mintha fittyet hányna minden tizenéves fiúránk. Pedig néha de jó volna kedves bókot hallani, csak azt tudnám, 10 év múlva változik-e valami. Osváth Erzsébet, Zsémbel Zsófi ébredése. Hol az oknim, hol lehet? Megették az egerek? Már mióta keresem, sehol, sehol nem lelem. Ó, te bitang, meg vagy végre, felmászott a hintaszékre. A cipőmre tettem pedig, milyen rosszul viselkedik? Hát a cipőm, cipőm hol van? Világgá ment nagy titokban, vagy csak bújocskázik velem? Nasza, őt is kereshetem. Megvan, megvan, el sem szaladt, itt kuksolni az ágy alatt előkerült. Na de hogyan? Piszkosan és porosan. Jaj, a szoknyám, rakott szoknyám, te is szégyent hozol csak rám. A földön van a helyed? Mondd, ki tette ezt veled? A szél fújt le, vagy ki más? Nem, nem, a szél nem hibás. Még csak be sem surranhatott. Úgy bezárták az ablakot. Szép szalagom, milyen gyűrök, ilyet többé el nem tűrök. Miért nem mondta nekem senki, a hajamból vegyelek ki? Tűvé tettem szobám ágyam, amíg mindent megtaláltam. Mit is tegyek? Hova legyek? Mennyi gondom van veletek? Ti mi hasznák? Rendetlenek. Kivasalom szalagom, libeg lobog hajamon, cipőm ragyog mosolyog rám, leporolom rakott szoknyám. Ennyi munka, alig győzöm, csoda hát, ha zsörtölődöm. Kis István Mihály, tavasz, gólyaszáll a messzi égen, tavasz pesdül kinn a réten, kivándorol gulyaménes, terelgeti Sanyi Dénes, fehér világ szűnik gyorsan, vadvirágok bújnak sorban, felhő öntöz játszik véled, szép természet újra élet, hegyek ormán csupasz erdő, öltözködik fúj a szellő, zöldre vált a fehér álom, a nagy rétet én bejárom, varázslatos szép kikelet, váltja fel a kemény telet, lásd a fecskét, röptét újra, vígan kelnek légiútra. Lenn a földet, eket úrja, két ló helyett traktor húzza, vetőgépek lazaporba, magot szórnak szépen sorba, hetek telnek és a fák lombja,
Árnyat vet a kobakodra, alá bújik sok kisgyermek, levél között madár csereng, virágoznak fák ligetek, illatozó kis szigetek, nosza rajta, fussuk körbe, maradjon így mindörökre. Kovács Barbara, a csacsi. Kéne nekem egy csacsi, de egy olyan igazi. Azt hiszem, jól tudnék vele játszani. Mufurcnak hívnám, és adnék neki enni, és úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa kinevetett, és vette egy videót. Jobb lett volna, csacsi, az nem fogyaszt áramot. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira. Nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? Jaj, fiam, hagyjál már ilyen butasággal. Mihez is kezdenénk egy makacs jószággal? Hol szaladgálna? És mivel etetnéd? És hol aludna? Talán az ágyadba vinnéd? Kimértem. A szobámba épp befér egy csacsi. Csak az ágyamat kéne egy kicsit arrébb tolni. És igen, aludni bevinném az ágyba. Nem is kéne más, csak tám még egy párna. Anya azt mondta, jaj, fiam, ne légy ilyen buti, lakásban nem való egy igazi csacsi. Jó, de ha megnövök, veszek egy nagy kertet, ültetek bele kórót, vetek bele füvet, és nem veszek videót, és nem veszek új kocsit, lesz sok pénzem, és végre vehetek egy csacsit. Andrási Réka, apuszi. Hogy apuszi, miből van? Azt nem tudom, de ha anya adja, akkor nem unom. Ha apa adja, akkor menekülök előle, mert szúrja arcomat a szakáll a szőre. Ha a szomszéd néni adja, letörlöm nyomban, még a nyoma is tűnjön el azonnal onnan. Ha nagymama adja, akkor kibírom üssekő, nagymamától egy-két puszi elvégre tűrhető. Nagypapa szerint a puszi lányos holmi, a férfiak férfiasan kezet szoktak fogni. Ha a tesóm puszil, már gyanítom, el szeretnék kérni a legújabb játékom. Egy jó puszitól tapasztaltam, meggyógyul a bibim is, de csak hogyha anya adja, vagy adhatja a Lili is. Mert hogyha szomszéd Lili puszilgat meg ritkán, azt érzem, hogy még jó sokáig bírnám. Nem tudom, hogy miből lehet, mindig ezen agyalok. Anya szerint, mikor alszom, puszilnak az angyalok. Szóval ez a puszi dolog érthetetlen én nekem, de mikor felnövök, tudós leszek és részeire szétszedem. Mentovics Éva, zoknicsenő szörnyeteg. Anya szerint csupa rejtély. Fura dolog lenkörül, s amint látom, egy részének egész biztos nem örül. Lábak élt az oknimnak, majd mindegyik páratlan, s úgy gondolja, ez csintetben nem lehetek ártatlan. Hiába is bizonygattam, nem én vagyok a vétkes. Tudtam, hogy az új görbítős nagyeskü is kevés lesz. Mert a fránya pamut zoknik, hogy mi okból nem éltem, párjuk nélkül elvárkodnak a szárító kötélem. Nem te tetted? Kérdi anyu. Ki volt? Van jobb ötleted? Hogy ne lenne? Egy rafinált zokni evő szörnyetek, feleltem rá biztonsággal. Zoknit fal, e huncutság, csuda vigyel azt a fura, irtóztatós gusztusát. Vagy ha nem is zokni evő, zoknicsenő, nem vitás, nem dughatja el a zoknit rajta kívül senki más. Bedobja a szekrény mögé, elrejti az ágy alatt. Oly titokba sertepeltél, mint egy huncut árnyalak. Az is le nagy családos,
Sok lurkója van neki, és az összes zokni nyűvő az én zoknim kedveli. Nem lehet rá más magyarázat, hogy mindegyik páratlan. Hidd el, anya, nem én voltam, lányod ártatlan. Na hát, mint a mesekönyvben, zokni csenő szörnyeteg. Ámul el édesanyám, majd azonnal fölnevet. Úgy szárnyal a fantáziád, nem mitatja senki sem. Bár nem láttam, hogyan lopkod, ha te mondod, elhiszem. Csukás István, a nagy papucstolvaj. A nagy papucstolvaj éjjel nagy ravaszul mélyen alszik, így elcázza magát, ezért őrá senki nem gyanakszik. Mint csecsemő a bölcsőben, horkolászik kosarában. Hogy is lehetne ő a tolvaj? Így képen, s az ő korában. Hisz a foga is még tájfog, a lába is rövid, gyenge. Össze-vissza lóg a feje, a mozgása ügyetlenke. Ilyen ő, az én kiskutyám. Ártatlanság élő szobra. Papucstolvaj, ugyan kérem, rá se néz a papucsokra. Akkor ki járt bent a házban? Akkor ki járt kint a kertben? Töprengtem még csupasz talpal, papucsomat keresgettem. Az ágy alatt kotorászok, de hiába, nincs ott semmi. Pedig este oda tettem, tehát mindnek ott kell lenni. És ha tüdőgyulladást kapok, vagy isiászt, vagy reumát, az ajtóból vigyorogva hallgatja el morgós dumát. Gyanakodva nézem, gyanúm lassan-lassan az égig ér, ő kirohan, én utána, és a kert mint egy csatatér. Tel is tele papucsokkal, itt egy fél pár, ott a párja, téli-nyári keveredve, mintha szellem táncot járna. Rám néz, gyere játszunk morgós, az örömöt ingyen adják. Így van, szólok, papucs helyett kapsz azért egy pöttyös labdát. Békés Márta, hétfőn a hetes, még nagy úr. Hétfőn, még nagy úr a hetes, hatalma is félelmetes, mindenkit felír, aki rossz. Mert hétfőn még minden tilos, elbánik bárki csibésszel, még a barát sem kivétel. Ablakot nyit, csak neki jár, táblát ő mos, ez a szabály. Ülni senki sem merészel, osztály vigyázt, ha vezényel. Jelenti a napot s időt, és hogy ki nem váltott cipőt, meg hogy ki hiányzik s miért, és hány fő, akit tetten ért. Titokban galacsint hagy úr. Hétfőn a hetes, még nagy úr. Kedden a hetes már kedvesebb. Segíthetsz neki egy keveset, ha e kegyért cukrot kaphatott. Tőle bárki tárhat ablakot, ám naplóhoz nem nyúl csak barát, és még büszkén kihúzza magát, de későket nem ír föl menten. Kedvesebb már a hetes kedden. Szerdán a hetes már lustul, miénk a tábla krétástól, hatszor is lemossuk mi magunk, dátumot ingyen írhatunk. Legyintünk, mikor fegyelmez, végül úgy is megkegyelmez, már nem olyan félelmetes. Lustul már szerdán a hetes. Csütörtökön a hetes is másol. Elmaradt házit valaki másról. Ám ez alatt dolga lenne tenger. A hetes is valahol csak ember. Mi segítünk, ez a rend mi nálunk. Matricáért mindent megcsinálunk, csak a jelentésre legyen gondja. Ma egy kicsit csütörtök van, mondja.
Pénteken a hetes is már fárad. Kicsit késett, azért pihek párat. Szenvedései ma véget értek, a hetesnek legszebb nap a péntek. Mentovics Éva az én titkom. Megsúgok egy titkot halkan, el ne árult senkinek. Kukkansz be majd egyszer hozzánk, hogyha nekem nem hiszed. Szárnyait és angyalhaját én láthatom, senki más. Nem lehet ő, csak egy angyal. Angyal bizony nem vitás. Este, mikor ágyba bújok, hozzám hajol, betakar, mesét olvas, kettőt, hármat, nem távozik egy hamar. Kakaót főz, mikor reggel felkelek az ágyamból, az iskola kapujában búcsúzóul átkarol. Aztán fürgén tovalebben, s hogy ne sejtse senki meg, angyal szárnya láthatatlan, s ember módon elsiet. Később, mikor otthon vagyunk, fényrezdül a nyomában, s újra csillan angyalhaja ott az esti homályban. Andrássy Réka a büdös kölkök néni. A büdös kölkök néninek szigorú a szeme, nagyon mérgesen tud nézelődni vele. Pletykából térve hosszú sálakat kötöget, miközben nézi az ablakból a büdös kölköket. A büdös kölkök néni csak a macskáját szereti. A büdös kölkök néni nem is tud nevetni. Karácsonykor nem süt neki süteményt senki se, ilyenkor még nincsen neki kedve, még enni se. A büdös kölkök néni utálja a gyerekeket, takarít mindig pincét, padlást, emeletet. A büdös kölkök néninél még a tárgyak is félnek, a bögrék és a porcicák is félelemben élnek. Nem szereti a labdát, mert sohasem labdázott. Nem szereti a babasírást, mert sohasem babázott. Nem süt be hozzá a nap, csak éjszaka lesz be a hold. A büdös kölkök néni mindig büdös kölkök néni volt. Mindig az ablakban üldögél, a párkányon áthajolva, és csak néha-néha sírdogál, mikor egy angyal átkarolja. Mentovics Éva, gyere anya, hagyd a telót. Miért fontosabb most a telód? Emelj fel egy kicsit, kérlek. Lentről nézem a világot. Sok mindent még fel sem érek. Játsszuk azt, hogy gyerek vagyok. Te meg anya, mókázz velem, örülsz nekem, jó, hogy vagyok. Mit szeretsz a gyermekedben? Szeretsz engem átölelni, csiklandozni, ölbe venni? Szeretsz engem, ügy anya, taníts, hogy kell jól szeretni. Ritkán rajzolsz velem, anya, fontosabban lett már neked. Hallottam, hogy szólt a dadus, búskomorrát a gyermeked. Szomorkodok, anya, igen. Téged nézlek, te a telót, kattingatsz, meg szelfit csinálsz. Ne mondd azt, hogy ez a melód. Miért nevetsz a telefonra? Miért vagy dühös, hogyha hívlak? Mit tegyek, hogy én rám figyelj? Rosszalkodjak megint? Sírjak? Pityergek most, anya, látod, amíg te ott csetelsz folyton. A játékok unatkoznak odafenn a felső polcon. Másszak fel az asztalomra, onnan meg egy magas székre, de ha onnan lepottyanok, azt sem veszed talán észre. Legózz velem, úgy szeretném, egész nap csak arra vágytam, s mondd el, anya, a telódat, miért szereted jobban nálam. Éhes már a pocim, anya, régen ettünk már ebédet, kiadtuk az uzsonnát is, hozzá vacsit, kérlek, kérlek.
Gyere, anya, hagyd a telót, sötét van, most tudod, félek, szeretném, ha hozzám bújnál, magam mellett éreznélek. Mondj egy mesét, rég meséltél, jó volt, pedig még emlékszem, mesélj bárról, koboldokról, s elalszunk majd kéz a kézben, álmomban majd nem lesz telód, s velem játszol akkor újra, kirándulunk, megmókázunk, mondókázunk összebújva. Vesztergom Andrea csak azért is kislegény. 10 évesen azt gondolom, nem vagyok már kisbaba, szíve szerint mégis tudom, ölben ringatna anya. Iskolába magam megyek, harcot vívtam én ezért. Nem vagyok már rovis gyerek, kit az úton átkísért. Gondtalanul éldegéltem családtagjaim között, még nem Miska most a télen a szomszédba költözött. Csúfolódott szemtelenül, ablakomon kopogott. Mérges lettem végtelenül, pedig türelmes vagyok. Itt ért véget lelki békém, kinn a múltak perceim, kútba estek mind a végén, visszavágó terveim. Elfutottam nagy jéghoz, tőlük kértem tanácsot, segítsenek, mit tegyek, hogy megtréfáljam a srácot. Gyerekzsúr lesz most vasárnap, mindenképpen elmegyek, felveszem az új ruhámat, s a legszebb lány én leszek. Kigondoltam, hogy a Miskát meglepem, de kutyául. Azt szeretném, hogyha meglát, azon nyomban elájul. Nagyi szerint ez a módi, fodros szoknya, lakcipő, vasalt gallért begombolni, ettől leszek úrinő. Másként tetszik nagypapának, bőrszoknya és hosszú haj, kopott csizma, táncos lábak, így menő egy mai csaj. A legjobbnak én azt látom, a két tanácsot ötvözöm, szekrényemből kihalászom, bőrszoknyám s a lakcipöm. Tükör előtt forgolódtam, korán reggel vasárnap, eltökéltem, fogatkoztam, megmutatom Miskának. Beléptem a nagy szobába, nem is ment ez olyan könnyen, Miska szeme szája tátva, szabad lesz egy táncra, hölgyem? Nem is csúfol ő azóta, spókokkal se dobál mára, de meghívott vasárnapra fagyizni a cukrászdába. Pap Róbert, a legkedvesebb ötösöm, fogalmazás órán történt, oly régen, hogy nincs rá szó. Dolgozatot írtunk arról, hogy ki miben kiváló. Sercegett a ceruzahegy, körbölt minden nebuló. Éreztem, hogy e témában nem lehetek befutó. Eltelt már vagy negyed óra, mégsem kaptam ihletet. Akkor vettem még csak észre, kispad társam pityereg. Mi baj, Józsi? Megkérdeztem. Hát te miért nem dolgozol? Legokosabb vagy közöttünk, s így csalódást okozol. Elhagytam a ceruzámat, válaszolt a septiben. Itt az enyém, úgy sem írok, nem vagyok jó semmiben. Mikorra a csengő felsírt, befejezte pontosan. Megköszönt a ceruzámat, s mosolygott rám boldogan. Másnap rögtön első óra, fogalmazás. Jaj, nekem! Félelmemben, két szememben imbolygott a tanterem. Egy-két hármas, néhány négyes, ötös is volt, nem vitás. Nem maradt más az asztalon, csak két füzet, semmi más. E két füzet, két gazdája kitűnőre vizsgázott. Szólt a tanár, én meg majdnem elsüllyedtem mindjárt ott. Józsié, a pattársamé, lett az egyik kiváló. Szívverésem szapora lett, lélegzetem ziháló.
rám nézett a tanító úr. A másik a tiéd lett. De hát nem is írtam semmit, kértem sírva, mi véget? Hogy bármiben másnál jobb vagy, meg lehet, hogy nem hiszed. Ám de szíve, mint neked van, nincs olyan nagy senkinek. Juhász Magda, álomhajó. Aludni szeretek, aludni jó, mert elindul velem egy nagy hajó. Utasa meg annyi tarka sereg, királyok, tündérek és hercegek. Amikor meglátnak, köszöntenek. De jó, hogy megjöttél, te kisgyerek. Velük járhatom a tengereket, a kapitányuk is én lehetek. Van egy kis sziget, mely igen csodás. Ott lakik régóta egy óriás. Nem félek tőle, mert vidám fickó. Igaz, hogy nagyra nőtt, de szíve jó. Vidáman fogad, ha megérkezem, és mindig boldog, hogy játszhat velem. Mikor a vállára felültet ő, magasabb vagyok, mint a hegytető. Egy éjjel kalózok támadtak rám, de persze kéz ne volt a paritjám. Ettől a sok zsivány úgy megijedt, elúsztak, és szabad lett egy sziget. A sziget lakói éjjeneztek, azt mondták, királyuk én lehetek. Koronát, kincseket hoztak oda, de én már vágyódtam újra haza. Így szóltam, köszönöm jó emberek! Nem kell a királyság, a kincsetek, mert van egy kis ország, egy kis falu, ott vár sok jó barát és az anyu. És reggel, amikor hazaértem, anyunak én mindent elmeséltem. Nem lettem király, és hőse talán, de büszkén nézett rám, édesanyám. Aludni szeretek, aludni jó. Elvisz és visszahoz az a hajó. Sok kaland történik éjjel velem, de mégis itthon a legjobb nekem. Csukás István, a nagy papucs tolvaj. A nagy papucs tolvaj éjjel nagy ravaszul mélyen alszik. Így játszázza magát azért ő rá, senki nem gyanakszik. Mint csecsemő a bölcsőben, horkolászik kosarában. Hogy is lehetne ő tolvaj, így képpel s az ő korában. Hisz a foga is még tejfog, a lába is rövid, gyenge, össze-vissza lóg a feje, a mozgása ügyetlenke. Ilyen ő, az én kiskutyám, ártatlanság élő szobra, papucs tolvaj, ugyan kérem, rá se néz a papucsokra. Akkor kiárt bent a házban, akkor kiárt kint a kertben. Tömprengtem, még csupasz talpa, papucsomat keresgettem. Az ágy alatt kotorászok. De hiába, nincs ott semmi. Pedig este oda tettem, tehát mindnek ott kell lenni. S ha tüdőgyulladást kapok, vagyis hiászt, vagy reumát. Az ajtóból vigyorogva hallgatja a morgós dumát. Gyanakodva nézem. Gyanúm lassan, lassan az égig ér. Ő kirohan, én utána, s a kert, mint egy csatatér. Tel is tele papucsokkal, itt egy fél pár, ott a párja, téli-nyári keveredve, mintha szellemtáncot járna. Rám néz, gyere játszunk, morgós, az örömöt ingyen adják. Így van, szólok, papucs helyett kapsz ezért egy pöttyös labdát. Simon István, Mirza. Ahogy első gazdája hívta, mi is csak így becéztük, Mirza. Sejtelmünk se volt, mit jelent a szó, mit magával hozott a kis csikó, mikor egy tavaszi vásár után udvarunkba vezette apám. Mirza, Mirza, mint rejtelmes talány, csendült a szó, nagyanya ajakám. Sehogy se akart békülni vele.
aztán ráhagyta. Egye a fene ezt a bolondos furcsa szót. S így hívta ő is a kis csikót, kinek deszkából eltákolt kaloda, volt istállónkban külön otthona. Nappal persze ficánkolt nagyon, játszott a tyúkokkal az udvaron, nyihított, dobbantott, majd megszaladt, űzte a búgó szarvasbogarat. Nagy nyert leste, ölbe fát, ha vitt, hát elkísérte a konyhába is. Meglátta, s kiáltott sikítva, hely, te megijesztettél, te Mirza! S ráveregetve a kampósnyakra, kockacukorral kicsalogatta. Vasárnap, ha ballagott misére, lányok között a csikú kísérte. Kert alól a paprikát hozott, mögötte Mirza ugrándozott, s a sejmesvőn petrencék között. Így szerzett nagyanyának örömet. Örömet, kedvet. Aztán egy napon ebédnél így szólt apám. Eladom. Sok az adó. Lassan a sírba visz. Télre kell majd a csizma is. Ült némán a megrémült család. Mindenki letette a kanalát. S kinek nevett a lány maradt. Titok. Elvezették a kedves kis csikót. Áthajolva a pudvás kapufán, nézte a távozót még nagyanyám. Halkan suttogta, szepegte sírba, mint legszebb szót a földön. Mirza, Mirza. Juhász Magda, hová lett az ellenőrző? Anyu kérdez, apu faggat. Ellenőrzőt hová raktad? Ezt kérdezik napok óta, unalmas már ez a strófa. Nem találom, mondtam bátran. Ott maradt az iskolában, vagy a padban felejtettem, vagy útközben elvesztettem, vagy a cica vihette el. Próbálkoztam újabb trükkel, tegnap bebújt a táskámba, mérges is láttam csodára. A lábamba dobbantottam, ki is ugrott onnan nyomban. Ellenőrzőm csak elvitte. Elnye, vajon hová tette? Így sorolom egyre tovább, keresve a rejtély okát. Anyu hallgat, jaj de ciki, tudja, hogy füllentek neki? A szobába apu lépett, vágtam csodálkozó képet. Ellenőrzőm ott volt nála, szőnyeg alatt megtalálta. Na majd elverem én azt a cicát, beírt neked egy szekundát, mondta apu nagy mérgesen. Rögtön eltört a mécsesem, ne verjétek meg a cicát, nem ő adta a szekundát. Tanítónénitől kaptam, mert az órán rosszalkodtam. Apu meg az anyu nevet, örülünk, hogy jó a szíved. Ne félj, nem bántjuk a cicát, de kijavítsd a szekundát. Szuh, Judit, Nikolett, Rumli. Ez így most egy picit kínos, de hát csak elmondom azt, mi az, ami körülöttem, néhány embert kiakaszt. Kezdjük azzal, hogy egy gyerek szüleinek adomány. Akkor is, ha icipicit csekély mértékben trehány. Nem azt mondom, hogy a szobám egy szemétdombtemető, csak a szaga olyan, mint egy napos csibekeltető. Nem azt mondom, hogy a szőnyeg morzsával tel is tele, de egy hangyakolónia bőven jól lakhat vele. Hogyha engem apa, anya szobafogságra ítél, nem bánom azt, vagy se kell, jöhet éhínség és tél. Ugyanis az ágyam alatt nem szörnyet rejtegetek, hanem néhány több száz hetes sajtos pizzaszeletet. Azt a kevés fél pár zoknit illik megemlítenem, amik alá
taknyos zsepik armadáját elrejtem. Ágyam soha nem vetem be, megtehetném, de minek? Én a szokás hatalmában már nagyon régen nem hiszek, így élek én, s biztosítlak harmóniám végtelen. Öt csillagos luxus villa kényelem a négyzeten, ha felnövök, ráérek majd rendet rakni, azt hiszem. Addig is tudd, hogy ez az én természetes lakhelyem. Csütörtök délután az irodalom kedvelőket várták a Kisteleki Költőklub közreműködésével a Kisteleki Edekönyvtárba. A résztvevők saját verseikből is előadtak, de akadt olyan is, aki kedvenc költőjétől. A Költészet napja alkalmából egy költőklubi rendezvényt, egy költőklub találkozót is szerveztetek a mai napra. Mit tudhatunk erről, hogy fog ez zajlani? Évek óta már a Kisteleki Költőklub szervezi a Kisteleki Városi Rendezvényt a Költészet napján. Azt kell róla tudni, hogy mivel pont ma van a születésnapja, és Attilának ugye 905-ben született ezen a napon, 118 évvel ezelőtt, és hogy pont mára esett így a rendezvényt meg tudjuk tartani. Igazából érdeklődőket hívtunk el, gimnazistákat, bárki, aki a városból ráér és szereti a verseket, és hallgat minket szívesen. És a mai napon miket hallhatunk? Bárki hozta a saját versét, vagy saját verset, illetve a saját kedvenc verset bármelyik költőtől, lesz egy-két megzenésített vers, illetve egy kerekasztal beszélgetés magáról a költészetről, a költészet szeretetéről. Maga a Kisteleki Költőklub már egy régóta működő csapat. Esetleg magatokról mondanál egy pár szót, illetve esetleg arról, hogy lesz az idén még más rendezvényetek. Igen, 2013. novemberében alakult a Kisteleki Költőklub. Tavaly voltunk pont 10 évesek, november-decemberben ünnepeltük. 10-12 tagunk van, ez általában változni szokott. Ritkábban tudunk köszönni mostanában, én is, illetve a többiek is elég elfoglaltak vagyunk, ez miatt kevés a találkozási lehetőség. Tervezzük tavasszal, illetve most már a sanár elején egy közös költőklub megszervezését megint. Petőfi Sándor, szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod, amottan a téli világot? Már hó takará el a bérci tetőt. Még ifjúi szívemben a lángsugarú nyár, még benne virít az egész kikelet. De íme, sötét hajam őszbe vegyül már, a téldere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet kebelemre tevéd le, nem omolsz-e holnap a síron fölübe. Ó, mondd, ha előbb halok el, tetemimre könnyezve borítasz-e szemfödelet. S rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt fejfámra, sötét, lobogó lakaszt, s én feljövök érte a síri világból az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet. E szívsebeit bekötözni véle, ki még akkor is, ott is, örökre szeret. Szőtteseink címmel nyílt kiállítás Kisteleken. 10 alkotó mutatta be munkáit, a kiállítást Szombathelyi Árpád festőművész nyitotta meg. A Hattyasi Szövőkör alkotójától, Barta Pap Andreától egy tárlatvezetést is kaptunk. Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, egy nagyon szép dallamot hoztunk Szabó János Bence kollégámmal. La Folia a címe, egy 15. századi nagyon szép dallam, aminek a variációját fogjuk játszani. Joachim Juho, egy német származású zeneszerzőnek a darabját. Fogadják szeretettel. Thank you.
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm én is megjelent vendégeinket, és emellett az alkotókat is ott egy külön csoportban láthatják, hogyha a művek után rájuk is kíváncsivá válik valaki, most föl kell térképezni, hogy ki az alkotó, hogy megszólítassék majd. Köszöntöm polgármester urat, és megkérem, hogy pár szóval üdvözölje a vendégeinket és a kiállítást. Köszönöm szépen, én is hasonló tisztelettel köszöntök mindenkit, és jó magam egy picit rendhagyónak érzem ezt a tárlatot, hiszen az év nagyon sok napján találkozhatunk itt a helyi festőkör, leginkább árpi szervezésében számtalan kiállításával, amikor meghívunk akár még Szentegyházáról is vendégeket. Mégis ez most más. És kerestem a neveket, néztem, én csak Livit ismertem meg, és meg is lepődtem, hogy ő is már ilyen gyönyörű szép munkákat csinál. Úgyhogy Livinek köszönöm elsősorban, biztos közöd van hozzá, hogy ez Kistelekre jött, és nagyon szépen köszönöm, biztos, hogy ez több napig majd itt maradhat, ezt még nem két hétig, és biztos vagyok benne, hogy az eljáró gyerekek vagy más egyéb rendezvények kapcsán, amikor láthatunk egy ilyet, akkor akaratlanul, egy picit szubjektívan is, nem hozzáértően, biztos vagyok benne, megfogalmazódik mindannyiunkban, hogy melyik tetszik jobban, vagy melyik tetszene nekem otthon az én falamon. Úgyhogy köszönök szépen a város nevében valamennyi alkotónak, aki nem kistelekiként is itt van közöttünk, és nyilván mindezek egy kisváros életében egy-egy olyan színfolt, amivel úgy érzem, hogy többek lehetünk. Isten hozta valamennyi ütket, és azt gondolom, hogy legyen ez egy szép esténk, és legyen ez egy szép két hetünk. Köszönöm szépen! Én is köszönöm a polgármester úr köszöntőjét. Gyakorlatilag nekem nincs is már más gondolatom, úgyhogy ennyiben maradunk, vagy ne így legyen. Jó. Akkor néhány szót mondanék a kiállításról. Az a címe, hogy Goblejnek, de hogy van-e folytatása, azt nem tudom, de az biztos, hogy a cím főszava, főfogalma a Goblejn. Hát a Goblejn valamikor a művészettörténeti tanítási órákon tanultam, tudom, hogy egy ismeretközlő lehetősége volt a középkori képzőművészeten át a középkori politikának. Olyan goblejnekre gondolok, amik most is megállják a helyüket műalkotásként, de ugyanakkor egyfajta ilyen újságként, rajzos újságként a kort illetően. Itt más a helyzet azért a itteni goblejnekkel, mert tudom, hogy azért került a szó, mert ez a legismertebb kifejezés arra, amit itt látunk. A népi szövés az már valahol a hímzést, hogy legalábbis határfelületet képez a hímzéssel, mutatja be. Nem érdekli a nézőt az, hogy ez most szőtt anyag, vagy hímzett anyag, egy putya mondja, hát kép. És itt van a dolog nyitja. Nagyapám 1904-ben született, és én 1964-ben, hajszál pontosan egy nyári szünetben segítettem neki disznóolat építeni. És a disznóol vályokból készült, és a vége szőve volt. Na most lehet rám nézni, hogy milyen butaságokat mondok. Sövény falat épített a tűzfal helyén. És én segítettem neki. Függőlegesen botokat raktunk a tűzfalra, és a függőleges botok egyforma távolságra voltak egymástól. Aztán fűszával, náddal meg gyékénnyel, de én a fűszára a nádra emlékszem, egy kicsit beáztattuk, hogy jobban hajoljon. Ilyen hullámzó, azt mondhatnám, hogy 8-as alakokat képezve beszőtük a felületet. És utána nagyanyám, mert azt már nem bízta ránk, kívülről bepaticsolta. Az pedig marhatrágya, törek meg agyag. A kilapátolható homok volt az igazából, de keveréke volt, és az ott megmaradt. Közben nagyapám mondta, hogy hát ez a sövény is nagyon jól sikerült,
És nagyanyám azt mondta, te azt nem jól tudod, Jancsi, ez szövény. És én innen származtatom, mert olvastam is valahol már régen, magyar nyelvi csoda, hogy mindenre van magyar kifejezés. Ha a patics sövény, akkor a lágyabb, nem annyira romlékony, mint a patics, ami ki van téve az időjárásnak, hanem szobában tartott, az meg legyen a szövény, a szőttes, a szövött anyag. Hát amit itt látok, hál' Istennek ez a második dolog. Tehát nem a goblányra kellene koncentrálni, hanem a kesztelésből vagy művészi ikletettségből láthatóvá válik valakinek ezek által a gondolatvilága. Kiemelten nem akarok senkit feldicsérni, de volna azért egy-két mégis megemlíteni való itt a munkák között. Miután Kisteleki Lévi, Kisteleki illetőségű, őt mutatnám be először. Hát én nem tudom, hogy hány éve, de vagy 25 éve ismerem az Íriszeidet. Először a művészeti iskoláról van szó, rögtön zsebre vágom a kezem, ott lezser szoktam lenni, itt megfeszengek. Tehát először a vízfestékkel festett képeid fogtak meg, és az is Írisz volt nagy részt. Festettél mást is, aztán amikor középiskolás voltál, akkor meg Írisz szőtél. Aztán amikor főiskolás voltál, akkor biztos tovább folytattad ezt a dolgot. Ma meg kiderült, hogy el is képzelhető az, hogy fényképeket is fogsz csinálni a képeidre, mert fotósnak tanulsz. Tehát rendkívül sokrétű vagy, és meg is biztatnálak, hogy csináld tovább, mert Íriszeket Moni is megengedett magának, és festett, és nagyon híres ember lett, vagy Vincent van Gogh. Ez megihleti az embert, ez biztos. És a te képeid nem használati tárgyak, mert van itt használati tárgy is, elég sok, hanem kifejezetten falra kívánkozók. Bart Andi, akinek a szikra kipattant a fejéből, és talán, ha jól tudom, akkor más is gondolt rá, de elfelejtettem a nevét, segítenél, Andi, hogy... Igen, Újvári Edit, aki az Újvári tanár úr testvére, jól tudom, ő pedig itt tanított nálunk is. Igen, így van, és nagyon örültünk, hogy itt volt, de hát most is az egyetemen nem felejti el a Kisteleket. Na ez a lényeg, hogy Újvári Edit Krisztus ábrázoló, a leplen megtalálható kép, ami egy kicsit direktebb, mint a szokványos, tehát amit mi megszoktunk Veronika kendőjén. Felismerhetőbb a hétköznapi ember számára nyilvánvaló, hogy ő Krisztus. Azért is, mert igaz, hogy a stigmák nincsenek rajta, de a tövéskoszorúval okozott vérzés az megvan a homlokán. És tudja az ember, hogy miről van szó, ezt műalkotásnak tekintem. A használati értéke ennek, hogy úgy mondjam, a többihez képest nulla, mert ezt is látjuk, és megnézzük, és tanácskozunk fölötte, egy imát elmormolunk, hogyha olyan hajlandóságunk van, de ezt másképp használjuk, nem úgy, mint a használati értékkel bíró sálat, amit merészen megenged magának egy textiles. Ugyanezt egy festő nem tudja megengedni magának, mert maga köré tekeri a képet, azt egy óra múlva be is viszik az SBO-ra, és utána a pszichiátriára kerül. A szütyő az már közelebb áll egy konkrét használati lehetőséghez, mint a képek többi része. Ebbe bele lehet pakolni mindent, ami szemszájnak ingere. Különben nagy kár, hogy nincs itt gyerek most, mert azzal akartam kezdeni, hogy szőfon, nem takács, mi az, de hát megkérdezhetem, Lévi, a találós kérdésre mi a válasz? A pók, ugye, de nem jött gyerek, hogy megkérdezzem, csak sajnálom nagyon. A futók, amiket én úgy nevezek, hogy futó, az az asztal középre való. És milyen érdekes a helyzet, hogy
ilyen szociál típusú lakások dohányzó asztalainak közepére tudom képzelni, ami nálunk is volt valamikor régen. Meg a panelok, ugye bejön, hogy van két szoba, az egyiket úgy hívjuk, hogy fél szoba, és a falhoz tolt dohányzó asztal, mert az mindig kellett, vagy kettő, ilyen futókkal volt leborítva. És hogy mekkora a különbség az asztalos műhelyből, ahonnan kikerült 10 000 darab ilyen naponta, nem került ki egyetlen egy futó se, azt külön meg kellett csinálni a szövőknek. Nagy feladatám. De azt hiszem nem is kell mondanom, hogy melyikekről beszélünk. Vagy mondjuk a Bartán népapandinak a tánc. Olyan, annyira sajnálom, hogy ilyenkor csak el kell hinniük, és nem tudok igazi bizonyító erejű tárgyat felmutatni, hogy lefotóztam volna a Szentegyházai nagyterem színpadi nyílása fölötti tánc című képet, és hihetetlen gondolatvilágot mutat be, egy felszabadult értéket, amit a Ceausescu világban elnyomtak. Egy erdélyi táncos székelyharisnyában két lányjal, ez is a székelyekre jellemző, hogy nem elég egy lányjal táncolni, kettő kell rögtön nekik. Tehát az, hogy te tovább merted vinni ezt a falképet idehozni. És csodaszép, egyszerű, látszik a legényen, hogy legényes a lányon, hogy aláveti magát a legény akaratának a táncban, legalábbis egyébként övé a vezető szerep. Andinak a csillagjegyek képei is nagyon tetszenek. A jobb alsó sarokban szerénységem csillagjegye a szűz. Jól gondolom, vagy eltévesztettem megint. De hogy az legyen a skorpió, mert attól elájulok. Na mindegy, ne áruld el, jó? Majd nekem megmondod. Igen. És azt mindenképpen meg kell mondanom, hogy mindenki hozott legalább egy szütyőt, ahogyan számoltam. Kijön a 10. Tehát velem egyetértésben is vártuk, hogyha ide egy kiállítás jön szövésből, legyen ennyi legalább. Úgyhogy nagy szeretettel gratulálok, igyekeztem elkerülni itt mindenféle művészettörténeti kategóriát emlegetve nagyon tudósnak látszani. Megmondom őszintén, hogy nekem is van szőtes gyűjteményem, meg ilyen hímzett falvédők, és nem tudom rendbe rakni őket. Most határoztam el, hogy csak utána nézek egy-két dolognak, mert érdemes. Érdemes a motívumokat figyelni nagyon, mert azok meghatározók, a technikát figyelni nagyon. Például a kos ábrázoló ma divatos politikai irányvonal tartalmazó szimbólumot is nagyra értékelem, hogy látom. Ugyanis a kos egy nősténybarival viaskodik, és biztos, hogy nem kártyázni akarnak. De hogy ezt itt most be is mutatjuk, hát ez egy népi eredetű motívum volt, és a szaporodást igyekezett egy kicsit elősegíteni, miért ne szerepeljen egy ilyen szőttesen. Hát jó szórakozást a nézelődéshez, és bár nem kértek rá, hogy utaljak a hátul lévő asztalra, de hogyha nézik a képeket, nyugodtan egy süteménnyel a kezükben nézzék, itt lehet morzsálni, majd összetakarítjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Amit megtudtunk, egy kis titok, hogy ezek a goblenek egy kicsit másképp készülnek. Mit tudhatunk ezekről? Tulajdonképpen ez a technika teljesen más, mint amit mi goblen technikának ismerünk. Ezeket nem varva készítjük, ezek szövött textilek. A technikája a vízszintes és a függőleges szálak kereszteződésével kialakított szőttes tulajdonképpen, és ezzel motívumokat, különböző alakzatokat tudunk megjeleníteni a textilán. És te hogyan kerültél ezzel a technikával kapcsolatba? Én a Tömörkénybe felvételiztem középiskolába a grafika szakra, és egészen véletlenül jött a textil az életembe, mert sajnos oda nem vettek föl, és teljesen kétségbe voltam esve. Azt hiszem, ez nem titok, hogyha elárulom. Én voltam az egyik legtehetségtelenebb szövő, és nem is szerettem. És akkor én eldöntöttem, hogy évvégére feltornázom magam, és ez lett belőle.
Az alkotásaid nagyon szépek, és nagyon sok íriszes kép van. Az írisz mit jelent számodra, miért szereted ezt a motívumot? A kedvenc virágom. Szeretem, hogy szinte szivarany összes színében megtalálható, és a virág alakja is nagyon tetszik. A szecesszió az egyik kedvenc művészeti korszakom, és annak a jellemző virága az írisz. És ezt a technikát hol tanultad, hol gyakorolod, hogy tudod fejleszteni magad? Középiskolában tanultuk az alapját a goblen szövésnek, és én a mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyok a volt tanáraimmal. A Kovács Andrea tanárnőtől szoktam tanácsot kérni, illetve Belicai tanárnőtől, aki szobrászművész, de a tervezésre mindig kikérem a véleményét, mielőtt textillé válik az egyik festményem. Honnan érkeztél, illetve milyen munkákat hoztál erre a kiállításra? Szegedről érkeztem, Hattyas városrészből. Én kb. 7 éve élek ott, de úgy azóta kezdeményeztünk egy szövőkört, indítottunk el Újvár Edittel, akinek szintén van itt munkája, goblen munkája, és hát én elsősorban a népi szőttes technikán alapuló szőtteseket hoztam, meg goblent is hoztam, tehát csak a másik egy picit falsúlyosabb. Az alkotásaidról mondanál pár gondolatot? Igen, hát most ahol állunk, ez a Napút elnevezésű munka, 12 csillagjegyet ábrázol, és anatóliai szőttes technikával készült. És nagyon szépen körbejárható, tehát mint ahogy a napútja is egy bizonyos irányba a napútja felé vezet. Hát lehet, hogy első látásai nem felismerhetőek, de van azért egy kis útmutató is, tehát oda vannak írva a csillagjegyek. A Molnár V. Józsi bácsinak ezt megemlítem, mert fontos, neki volt egy, hát talán párhuzamosan született meg, de neki jóval előbb a keresztszemes technikával, hímzés technikával megalkotott jelképei a csillagjegyekre. De ez egyébként belefoglalható egy 6x6-os kis négyzetbe. Tehát néhány öltésből, keresztszemes öltésből áll. És úgy megfogott, hogy benne is megfogalmazódott, ő egy nagyon nagy tudású néplélekutató, már most ugye nem él, pár éve halt meg. Meg bennem is megfogalmazódott, hogy a hozzám közel álló szőttes nyelven megfogalmazzam ezeket. És akkor ezt persze tovább lehet vinni. Ezeknek most már konkrét rajzolata van, tehát pontosan kiszámolható, mert ezek inkább csak intuíció alapján készültek. Úgyhogy bárki megszülheti. És itt mellettünk van egy kisebb alkotás, róla mit tudhatunk? Igen, ő egy goblen szőttes, és ez egy fotó már az eredetit. Azt Ház Sándornak ajándékoztam akkor, amikor még jártam a kistöveki művészeti körrel a szentegyházasi táborokba, művészeti, festészeti táborokba. És ez hát remélhetőleg még ott van nála, de hát annyira közel áll a szívemhez, hogy megőriztem ilyen formában. És Széke anyasága címe egyébként egy konkrét élmény alapján készült. Amikor mentünk fel a Hargitára, akkor ott az út mentén ült egy fiatal asszony, és a kezében egy gyermeket tartott, és akkor ez... Így született meg tulajdonképpen bennem. Hát itt ugye a torontáli, vagy a székelyfestékes szövéshez közelítő munkákat látunk. Vannak itt tarisznyák, meg párnahaj, futó is. Itt a középső három kis munka, az a hallássérült iskolában készült, ugye Szegeden, diákok készítették, öreg diák, azt mondom, hogy a rózsa motívumot, azt annak idején még, amikor ő diákként oda járt, hát ennek már több tíz éve, akkor még volt szövőműhely, tehát szövő állványokon szőttek a diákok. Hát ez az egy maradt meg, tudtam szerint. Egyébként amiről tudok, igen, mert nem olyan régen merült fel,
hogy lehet, hogy a raktárban még vannak eltéveszőttesek, úgyhogy majd annak még utána kell néznem. De örülök, hogy egyáltalán így akkor sikerült rávenni a gyerekeket, hogy még a megmaradt állványokon, meg kereteken tudjunk dolgozni. És egyébként a kisebbeket is érdekli, tehát ilyen kisebb munkák is születtek, csak azokat ugye hazavitték a gyerekek. És van itt a hattyasi szövőkörben készült kis tarisznya, ami szintén torontáli jellegű mintázattal készült. Rózsának is nevezzük ezt a motívumot, vagy koszorúnak is szokták, én jobban szeretem a rózsát. Vagy fogazásos technikával például az a kis párnahaj. Azért mondom ezeket, és ebbe is van fogazás, tehát a, tulajdonképpen a színek közötti átmenetet a fogazással árnyaltabbá lehet tenni. És persze még sok más egyébre is felhasználható motívum. Az a futó, az pedig egy, azt én csináltam, az egy török ihletettségű, amikor a lányom kint tanult Törökországban, akkor mi is kint jártunk nála egy alkalom, és akkor elmentünk ott az isztambuli textil múzeumba, és ugye hát nagy hatással volt ránk, meg a textil üzlet is, ami ott Isztambulban volt látható, és akkor gyorsan két ilyen kis futót szőttem. Ez is közel áll a szívemhez. Egyébként érdekes, hogy ugye növényi festés is használok, de ugye nem olyan nagy tapasztalattal még, hát meg valójában lehet, hogy már nem is fogok olyan nagy tapasztalattal rendelkezni, de látható rajta éppen miatt, hogy fakulások vannak, tehát hogy a színek, amiket eredetileg beszőttem, azok azért kifakultak így az idő során. De hát ez az érdekes, és egyébként ezt megmutatnám egyébként a másik képen is, ezen a táncos képen, hogy nagyon, aki növényi festéshez kezd, lehet kísérletezni, de lehet, hogy bizonyos alkalmakkor nem érdemes. Én minden esetre kísérleteztem, és akkor ugye ez a táncos kép, ez egy másolat. Itt van annak az asszonynak a monogramja, fönt megszőve, K.A. Kassa Anna, ő készítette, ő egy erdélyi asszony volt, és Árpád nagyon jól megfogalmazta, hogy ez a szőttes akkor készült, amikor így a világháború után, 50-es években, amikor az asszonyok kicsit eltávolodtak a szövőszéktől olyan értelemben, hogy nem feltétlenül használati tárgyakat szőttek, vagy a háztartás részére, hanem egy kicsit a képzeletüket, a fantáziájukat felhasználva képeket kezdtek el szőni, ami lehet egyébként falvédő is. És ennek az asszonynak a munkáját kellett, hogy újra szőjen, mert megsérült. És ebben van egy fakulás, ami látszik, mert ugye a baloldali lánynak a szoknyája piros, és a jobboldali is az lenne, de hogy mivel alkörmös festékkel festettem, és nem volt még tapasztalatom, ezért hát észrevettem, hogy idővel kifakult. A másik egyébként, a másik szín, szoknya színe, az festő buzér gyökérrel van készítve, és az egy tartós festékanyag. Kevés helyen terem meg, de például a kertemben, hál' Istennek, ott megmaradt, és akkor így fel tudtam használni. És még valamit, hogy nagyon érdekes, hogy az ember, amit készít, csinál, főleg, hogyha a figurális, vagy valamiféle szimbólumrendszere van, azért beleszövi a saját életét is. Tehát, hogy itt a halmány szoknya, vagy az életteli piros szoknya is jelenti az én élet sorsomat. És ugye az egyik az egy életteli, a másik vagy fiatalabb kor, a másik meg egy idősebb, de meg is fordíthatjuk, mert lehet, hogy ez egy az életben csalódott embert szimbolizál, és a másik az egy feltámadott, megfiatalodott embert. Tehát nagyon érdekes az egésznek a története. A figurális szövéshez kapcsolódva ugye Újvár Editnek látjuk itt a Krisztus fejét, a Veronika Kendő címmel illette. És ugye a szimbólumok találhatók azért ott még a fej körül. Különböző keresztény szimbólumok, ugye a hal, a bárány, a főnix madár és a pelikán, aki a saját vérével táplálja a kicsinyeit. Ezeket tartotta fontosnak Edith, hogy ezt megjelenítse.
a kereszténységgel kapcsolatosan. És érdekes, hogy itt a körülötte lévő munkák is végül keresztet szimbolizálnak, meg hát tulajdonképpen azok is, azok a rózsák is keresztek, csak más arányúak. Mondjuk az egy egyenlő szárú kereszt, ez már egy kicsit egy elnyúlottabb, de ugye inkább rózsának nevezik őket, a székelyek is, meg a délvidékiek, a torontál vidékiek, vagy koszorúnak. Tehát, hogy közelebb áll a természethez a népi szőttes szimbólumvilága, és vagy például nevezik csillagosnak is, hogyha például egy ilyen nagy asztalterítőt szőnek, és beborítják a központi mintát, ilyen kisebb, úgynevezett csillagokkal, tehát mint hogyha a csillagoseget jelentenék meg. Ezért is tetszik nekem egyébként a népi szövés, mert hogy annyira a természetben gyökeredzik az egész, és hogy vidám, örömteli. Ezért nagyon szeretem. És akkor ugye ott vannak még futók, Julikái, Monostorinő hegyi Julikái, ő is a Hattyasi szövőkörbe jár, meg ugye a Zsóka néni is, akinek itt tarisznyái is vannak, Julikának is van ott egy pár tarisznyája. Egyébként visszatérve még erre a kis fehér hátterű rózsára, ezt a szőregi körben szőtte egy asszony, aki gyerekekkel is foglalkozott, tehát több szövőtábort is szervezett, és neki ez a mintaszövés volt egy újdonság. Mert ugye ott korábban lehet látni a tarisznyáit, ott a legelején, azok inkább rozmaringos, tehát ilyen szedettes futó jellegű motívumok voltak, és ez egy kicsit bonyolultabb technikájú. Úgyhogy megküzdött vele, de ügyes volt. Úgyhogy örülök, hogy ez is így megszületett. Aztán ugye van itt kendő, vagy takaró is, akkor az egyik szőregi asszonyka, ő kukádát szőtt, mert körszövőn is dolgozgatunk, meg gyerekek is szőttek már körszövőn, virágszövést is. Úgyhogy nagyon sokoldalú ez a kis eszköz is. Lehet vele tűpárnát, meg túloldalon egyébként ott látható egy tűpárna is, az egyik fiatal szőregi kislány csinálta, aki nagyon tehetséges. Nagyon fantáziadús, és mindig tudja már a következő alkotásának a mikéntjét, amiről Árpád is beszélt, hogy használati tárgyak, tehát itt látható táska is, amit Julika szőtt, vagy övek, amiket én szőttem, illetve hát ugye használom is, vagy ajándékba is adtam már. Persze Livinek is látható itt a kis zebrája, azt nekem ajándékozta, és akkor gondoltam, hogy elhozom, hogy akkor az is kikerüljön, mert egy nagyon szép munka egyébként. Tényleg, ugye a színeiben is olyan egyszerű, és hogy a színfoltjában is hogy nagyon eltalálta a kompozíciót, nagyon kifejezi. Meg a tulipánja is nagyon szépek, és azért került ide, erre a részre, mert egy kicsit stilizáltabb vagy dekoratívabb, mint a többi, az egy kicsit természethűbb, azok a tulipánok. És ugye maga ugye ez a szimbólum is, a termékenység szimbólum, a kosos, az is meghatározza ezt a szellemiséget. Tehát így a mesék, a történetek, a mondák világába kalauzol. Tehát eszembe jut ezekről a tulipánokról a magyar népmesék motívumvilága. És ugye ott van a kis tűpárna, a Sacinak a munkája, Bor Saroltának a munkája, meg ez a vastaggyapjúból szőtt öve, nagy próbálkozás volt, megküzdött vele. De főleg azért, mert hogy az eszköz nem volt igazán megfelelő, mert pici lyukak, rések voltak rajta, de azért végigcsinálta, szóval mindent végigcsinál, amit elkezd. Nagyon kitartó ember. És akkor a másik szövőkörösünk, a Katika Vargáni Fülöp Kati, ő pedig az unokájának a festményét szötte meg. Ez is nagyon érdekes, tehát, hogy anyagba öntötte a kis unokának a képi világát. A bimbós kép, az nagyon hasonlít a végül a tulipánosra, tényleg olyan bimbó formája van a tulipánoknak is. Az pedig Editnek egyébként az ötlete volt, tehát ő szőtte először a bimbós képet, és az asszonyok kedvet kaptak, úgyhogy ők is szőttek egy-egy bimbós képet. Ugye Livinek ez a nagyon szép virág kavalkádja.
nagyon finom goblán szövéstechnikával, hasűrözéssel készült munkái, nagyon érzékenyek és picik, de annál nagyobb értéket képviselnek. Ez engem nagyon megragadott, és kaptam egy tulipános képet is tőle, mármint hogy fotót, az eredeti az nyilván a gazdájánál van, és hogyha kicsit közelebb megyünk, akkor nagyon érdekes, hogy a tulipánjai ilyen zárt tulipánok. Ez ma fogalmazódott meg bennem, hogy a székelyeknél a tulipán, ugye ez egy szimbólum volt, nyilván nálunk is, de ott na, egészen mélyen. Tehát ugye a zárt tulipán jelképezte a leányt, a fiatal leányt, és ahogy nyílt ki a tulipán, úgy a leány fejlődését is mutatta. És először csak két nyílt szirma volt, akkor ugye már nővé vált, de amikor már volt közepe is a tulipánnak, akkor már tulajdonképpen az már egy férfivel való kapcsolatra is utalt, és aztán még jobban kibomlott, még több szirma volt, és a belsejében meg megjelent már tulajdonképpen egy következő élet, a magzat. Tehát az már akkor az anyaságot szimbolizálta. És igen, és a Livinél érdekes, hogy még nem nyíltak ki a tulipánok. Az Újvári Editkérnek láthatóak itt most ezek a munkái, ez egy sorozat, a Forrás címre hallgat. Az elrendezés az pont az ellenkező irányt mutatja, mert ugye, hogy a forrás az fönt ered a hegyekben, és akkor csorog le, ugye aztán patakká válik. Ez már az én hozzátételem, hogy kicsit megfordítottam. Talán azért, hogy ne lefelé, hanem egy fölfele irányuló hangulatot árasszon, tehát egy felemelkedést az ég felé. És az első kép az pedig Bulik Ágié. Ő egy nagyon összetett személyiség. A szövőkörben készítette ezt a kis munkáját. És első munkája, első goblen munkája. Tehát az árnyalást, a hasűrözést próbálta ki rajta többek között, a formaszövést. És aztán ő szőtt egyébként népi szőttest is, tehát egy ilyen szedettest, egyszerűbbet, vonalcsíkozás, csíkos mintájút. És aztán ő elment egy teljesen más irányba, ami szövés, de hogy ő használja a műanyag fonalat is, meg a fémet is, tehát a réz szálakat is. És inkább ilyen térhatásai, tehát szedettes jellege van. Hát ezt most itt nem tudtuk megmutatni, de inkább térhatású és hangulat ábrázoló képek ezek, amiket ő csinál. De el lehetne képzelni például a térelválasztónak is az ő munkáit. Úgyhogy sok oldalú emberek vannak itt, és örülünk, hogy akkor így el tudtunk ide jönni. Szintén a költészet napján rendezték a Ballada Mondó verseny területi döntőjét a könyvtárban. 11 iskolás mutatta be tehetségét, a zsűri végül 5 fiatalt küldött a szegedi megmérettetésre, akiket tanácsokkal is elláttak. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon, a versenyzőket, a zsűrit, az érdeklődőket, hozzátartozókat, a felkészítő tanárokat. Nagyon szerencsés helyzetben voltunk, hogy így alakult a versenynek az időpont választása, hiszen ma van a költészet napja, és azt gondolom, hogy ennél szebben nem is lehetne ünnepelni, mint egy balladamondó versennyel. Nagy hagyományokra tekint vissza ez a verseny. Én minden évben kíváncsian várom, hogy a Szegedi Arany János Általános Iskola ugyan kiírja-e még ezt a versenyfelhívást, és minden évben megérkezik a levél. Aki volt már itt többször, az tudja, hogy ez egy felmenő rendszerű verseny, és a tovább jutók azok majd Szegeden fogják képviselni Kistelek térségét. Az évek alatt szinte már az is hagyománnyá vált, hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy egy házi versenyt tartunk,
mert hiába területi, tehát jöhettek volna Csengeléről, diákok, Ópusztaszerről, Pusztaszerről, akár Baksról is, de ők nem küldenek már az elmúlt években versenyzőket, úgyhogy azért mondom, hogy ti jöttetek a kisteleki általános iskolában, úgyhogy felfogjuk úgy, hogy magunk közt vagyunk, és egy versenyen el fogja dönteni a zsűri, hogy ki lesz a jelentkezők közül az az ők legügyesebb, aki majd hétvégén Szegeden képviseli a térséget. Úgyhogy szeretném is bemutatni nektek a zsűri tagjait. Zsűri elnöke Jenei Norbert. A munkáját Balogh Lászlóné. Vera Szilvia. Arany János, az egri leány. Kassa mellettes földvárban tibornyázott a cseh rabló. Ordas újbor a pohárban, hozzá látnak ketten-hárman. Szólt az egyik, ez felséges, szólt a másik, milyen édes. Boldog ország, áldott ország, melynek földje ilyen voltál. Szól a telep, zord vezérő, a keservé, hisz ez mérő. Semmi tűz a rossz csigérben, lőre volna ez a gerben. Egri püspök nagy pincéje, drága borral teljes teli. Szegény csehet nem szívleli, de a lengyelt vendégeli. Lóra tehát indulóra, felborinni víglementék. A pap, a csap adja mindig, kevés neki annyi vendég. S mint a holló, mint a felhő, mint az árnyék, mint a szellő. Oly sötéten annyi zajjal, a zsivány had messze nyargal. Egri lány abrakára rászállott egy kis madárka. Kocogtatja, veregeti, esdekelve így szól neki. Nyiss ablakot, szép lányzó, hideg szél fúj, esik a hó. Fázom itt a ház erezbe, nyiss ki hamar és erezbe. Nem ereszlek, ki sem nyitom, mert egyedül vagyok itthon. El is ült már a jó madár, bagolyasz ki éjszaka jár. Nem vagyok én csúnya bagoly, inkább törbe esett fogoly. Szerelemnek hű madara, szeretődnek édes szava. Noha az vagy, járhad látlak, szegény madár bebocsátlak. Fázol ugye, reszkedsz igen, oda ki a nagy hidegen. Noha az vagy, jöjj be onnan, kinyitom az ablakomat, az ajtómat, ablakomat, melengető két karomat. Rozganyi püspök palotája nyitva, négy sorakkal kivilágosítva. Magyar ott a lengyelt szívesen látja, új ismerőse, régi jó barátja. Éljen Kulászló, Hunyadin kis éljen, rázen az endül, ropog a dob mélyen, rázen az endül, kehely összecsendül, magyar és lengyel deli táncra pendül. Hely ti vitézek, koszorúsdi táncban, vérfoly az utcán, vérfoly a házban. Ég a város, tűze messze lángol, négy szögletjén ide is világol. Hol az én kardom, hol az én nyergem, paripámra ki tud igazítni engem? Az enyém damasz volt, az enyém skállát, besenyő lovamnak sose láttam párját. Csörren az ablak, bezuhan az ajtó, szép piros bortól iszamósa padló, szép piros vértől sikamósa padló, oda bent a cseh, oda bent a rabló. Mi zuhog, hallod-e? Szilajszél zúgása. Mi dobog, hallod-e? Keblet dobogása. Jaj, ne menj ki Lászlóm, jaj, ne menj ki Szentem, valami hidegség úgy borzongat engem. Hogy ne mennék édes, majd itt ér a hajnal, Gerlice szívedet ne rémítse az arj. Katonák az utcán, lengyel László népe, Simon püspök bora nem fér a fejébe. Kimenne a legény, bár ne tette volna, szíve meleg vére kiömölt a hóra. Szép röccsent az útra, a küszöb kövére, egy csöbb a lányzó fehér keblére. És mint a sebes tűz, az az egy csöbb éget, érez a lány szíved csoda meregséget. És kezét, amely átarverte, a vasat kézből kitekerte. S ki látta valaha villámleni télben, szélzúgását fekete évfélben, galambot marókkal víni verekedni, szűzikarról piros vér csepegni? Sok privék esett el egyetlen harcon, de az egri lányból sem lett egri asszony.
Messziről egy dárda hűszévét bejárta, odarogyott szépen fehér halottjára. Fut a rabló megrakottan, nyomja vállát súlyos préda, a bitang nép, a sok céda, veszekedik a lopottan. De a magyar lóra pattan, követi sok bátor lengyel. Jaj, ti vitézek! Hát ez ennyi, most ti lettetek az adósok? Jó, jó magyarok, hűcsatlósok, hogy elérik a privéket. No hiszen cseh, jaj most néked, miért születtél a virágra? Nem akadnál most az ágra, gyalázatnak címeléül, varjúholló ételéül, országútja közelében. Itt is, ott is, minden léptem, maradoz a védterencse. Aki futhat, nagy szerencse, de kevés már, aki futhat. Maga telep sem lel utat, kassa mellé a felvárban, körülfogva, mélyre zárva bűnhődik meg az ámoltat. Heltai Jenő, a három patkány balladája. Ott, ahol a Ferencváros hinti báját szerte szét, egy pazar nagy pince mélyén három patkány érdegélt. Három patkány, három testvér, Pajkos, Fürge és Bohó, és amint az ifjúsághoz illik, mindig éhes és mohó. Volt a kedves pince mellette egy nagy csemege volt, ahol csupa elsőrendű, finom holmi volt. Egyszer éjjel a legelső Fürge patkány útra kelt, hogy a boltból átcsempészen egy kis finom eledet. Óvatosan járt a polcon, elkerülve minden zajt. Megevett egy adag sajtot, rá volt írva grói sajt. Fel is fordult nyomban tőle, s lett belőle hol, mert a finom grói sajt csak hamisítva volt. A második Fürge patkány bánatosan útra kelt, hogy a boltból átcsempészen ő is egy kis eledelt. Lábújhegyen járt a polcon, mert az óvatos vigyáz. Neki esett egy gyümölcsnek, rá volt írva ananász. Fel is fordult nyomban tőle, s lett belőle holt, mert a finom ananász is hamisítva volt. A harmadik Fürge patkány bánatosan útra kelt. A harmadik Fürge patkányt lesújtotta a dolog. Sírva mondta, nem élem túl, én is inkább meghalok. Társak nélkül egymagamban, így az élet mit sem ér. S hősiesen patkány mérget vett a boltban, háromért. Ez a patkány még ma is él, ha csak meg nem holt. Mert a patkány méreg is csak hamisítva volt. Kis Júlia, a két királygyermek még valóla. Hallottatok királyúrfi, jereste Guzsajosba. Nem lehetek te királynőm, hogy juthatnék túl a Dunán? Este későn sötét leszem, s a Dunába belélsem. Vagyon nekem szövét, nekem tornácomba kitétetem, és meg is gyújtom, mihelyt lehet, világánál átörülhetsz. Megindul a király úrfi este későn Gulyásba, és belélsik a Dunába, a Dunának közepébe. Úgy sír, királylány kis Júlia. Szóval kérdi asszonyanyja, miért sírt, fiam? Kis Júlia, hogy ne sírnék, asszonyám, elvesztettem gyöngyörpártám, belé esett a Dunába, a Dunának közepébe. Vagyon nekem gyöngyörpártám, azt én mindjárt nekem. Nem kell nekem senki másért, csak kell nekem a magami. Hallod, te asszonyanyám, hívassuk fel bírójankót vízi búvár, hogy fogja ki gyöngyörpártám. Hallod, te bírójankó, fog ki az én gyöngyörpártám. Nem kapok én gyöngyös pártát, csak kapok én király fiát. Az kell, bírójankó vízbúval, hozd fel ide palotámba, tedd fel ide én ágyamba. Úgy sír, királyleány kis Júlia,
neki szívem meghasadak, mindjárt szörnyű talált hala. Az egyiknek csináltattak fehér márványkőkoporsót, a másiknak csináltattak vörös márványkőkoporsót. Szerelem, virágos kertbe temették, egymás mellé elültették, az egyikre palántáltak fehér csíkos tulipántot, a másikra palántáltak tiszta vörös tulipántot. Szerelmeseknek lelke, élő tulipántá leve, s addig nevelkedtek, amíg összevelkeztek. Szürke Panni, Arany János balladája. Szürke Panni henyelvel ül, mégis cifra majd elrepül. Apja földje és tinója, mind fölment már viganóra. De az apja mégse bánja, meg kisasztanya leánya. Ő maga is boldog jobbágy, elengedik a robotját. Sem szántani, sem aratni, csak a békát kell tartani. Az uraság színig adja, a kasztanár meg el se csapja. Szürke Panni felmegy Pestre, még ott is az emeletre. És az apja dehogy bánja, nevelőben a leánya. Nevelőben jó dolog van, sok kisasszony lakik ottan. Szép úrfiak, szép utárok járnak hullatni hozzájuk. Mi lehet téged, Szürke Panni? Fiatal vagy még meghalni? Képeden volt egy pár rózsa, hova lett így hamar rólad? Mi lehet téged, Panna jányom? Elfonnyadtál szép virágom. Jel, kiviszlek a mezőre, éredjön a lelked tőle. Panni nem szólt, görnyedve ült, olyan rongyos, majd elrepül. Vidd ki, apja, vidd mezőre, szép, virágos temetőbe. Kinyargal a szélben az íjjen át, egy apa az, ő viszi kisfiát. Karjába szorítja gyermekét, átadja teste melegét. Fia, miért bújsz az ölembe? Ki bánt? Apám, nem látod a Villi királyt? Koronája fehérlik, uszája suhan. A köd gomolyog, csak a köd, fiam. Jöjj hát velem, édes gyermekem, játszhatsz gyönyörűen én velem. Mutatok majd tarka virágokat, anyám aranyruhákat ad. Apám, jaj apám, mondd, hallod-e már, mit ígér suttogva a Villi király? Fiam, csak csitt, ne mozogj, ne beszélj, a száraz avar zizzenti a szél. Most szép fit. Jó fiú, jössz el velem, a lányaim ápolnak majd szeliden. Már járják az éjben a táncaikat, s álomba táncolnak, dúdolnak. Apám, jaj apám, nézd, ők azok, a Villi király kisasszonyok. Látom, fiam, ott fehérenek a sűrű sötétben a vén füzek. Szeretlek, a szépséged ingerel. Eljössz, vagy erővel viszlek el. Apám, jaj, apám, most bántott. Jaj, de fáj, megfog, nem ereszt el a Villi király. Borzongva az apa ügyet tovább, karolja nyöszörgő kisfiát. A ház kapuján bajjal bedobog, karjában a gyermek már halott. Arany János, a mély románca. Ablak alatt a pünkösdi rózsa, kezd egy kicsit festeni bimbója. Kék szemű jegy válogat belőle, koszorúnak holnap esküvőre.
reménykedik egy kis méhazágon. Szép állagok, jaj, ne bánt virágok! Ezt az egyet magamnak kerestem, alig hasadt, mikor eljegyeztem. Felel a jány, te bohó kis áll! Lesz te rózsát nem egyet, ha százat! Holnap is nyit, holnap is eljössz te! Csak ne kívánd, ami legszebb közte! Mond a kismé, szőke szép hajadon, neked Isten hű szeretőt adjon, nem sok, amit kívánok tőled, ne szakaszd le az én szeretőmet. Felel a jány, dehogy nem szakasztom, dehogy leszek enélkül mennyasszony. Koszorúmba ezt vonom előre, úgy vigyenek holnap esküvőre. Már el sem mondá, nyúlt a szép bimbóhoz, hogy letörje a virágcsomóhoz. Szegény még rárepült kezére, csókot adni annak fejére. Heste gyilkos, ne bocsáss fullánkot! Leszakasztám, vigyed a virágot! Szép menj asszony, már nekem mi haszna! Koszorúmnak híja lesz miatta! Koszorúmnak híja lesz miatta, ezt a kis még keserűn mondhatta. Mert a szíve hiába parányi, nagyon tudott a virágért fájni. S a leánynak hiába kiáltott, szeme alá üti a fullánkot. Szegény bogár, s maga félreült haldokolva egy rozmarin bokorra. Szép mennyasszony nyajgat sebével, esküvőre sem mehet szemével. Holdfogyásig dagad bőn a tája, az alatt meg elhagyá babája. Menj, csukta a kaput, lép ballada. Mártonnak táján járt az év, s az idő végségre tört, jaj. Hurkát csinált gazdasszonyom, sílva már a fazékba költ, jaj. Éjszakról, délről fút a szél, s a tornátra is befút. Szólt asszonyomnak gazduram, menj, csukd be a kaput. Körmömre ég a sok dolog, magad is láthatod. Hogy én csukjam be a kaput, 100 évig várhatod. Egyességet tettek tehát, erőszóval, s nagyot. Ki elsőként szót szólni kezd, az csukja be a kaput. Éjfél felé becappogott két vándorló legény, de nem láttak házat, pitart, se tűz, se gyertyafény. Ki a gazda itt? Ki háza ez? Dús vagy koltos ura? Egyik se szólt, mert mindegyik gondolt csak a kapura. S megették a fehér hurkát, aztán a feketét, dúlt, fúlt magába asszonyom, de egy szót sem beszélt. Aztán így szólt az egyikük. Fogd csak komál meg kést, berett vált meg a vén szakát, még megölelem nejét. De nem lelek forró vizet, ez ám a bökkenő, háttán nem jó húr kölémi a fazékba fő. Felpattannám gazduram, vér önté el a fejét, megölelnéd nőm szemem előtt, s kennél rám hurkalét. Felpattannám asszonyom is, dobbant vál egy nagyot. Gazda, te szóltad az első szót? Menj, csukd be a kaput! Kis Júlia, népballada. Hallod, te király úrfi, gyere este Guzsajásba. Nem mehetek, te királylány, hogy juthatnék túl a Dunán. Este későn sötét leszem, s a Dunába beléesem. Vagyon nekem, szövét nekem, tornácomba kitétetem, s meg is gyújtom, mihet lehet, világánál átálljhetsz. Megindul a király úrfi, este későn Guzsajásba. S beléessék a Dunába, a Dunának közepibe. Úgy sír, királylány, királylány, kis Júlia, szóval kérdi asszonyanyja, miért sírsz, fiam, kis Júlia? Hogy ne sírnék, asszonyanyám, elvesztettem gyöngyös pártám. Beléesett a Dunába, a Dunának közepibe. Hallod-e, te asszonyanyám, hivassuk fel bíró Jankót vízibúvát, hogy fogja ki gyöngyös pártám. Hallod-e, te bíró Jankó? Vedd ki az én gyöngyös pártám, nem kapok én gyöngyös pártát, csak kapok én királyfiát. Azt kell, bíró Jankó, vízibúvár, hozz fel ide palotámba, tedd fel ide én ágyamba. Úgy sír, királylány, királylány, kis Júlia, neki szíve meghasada, mindjárt szörnyű halált hala.
Az egyiknek csináltattak fehér márványkő koporsót, a másiknak csináltattak vörös márványkő koporsót. Virágos kertbe temették, egymás mellé elültették. Az fehér csíkos. Az egyikre. Az egyikre palántáltak fehér csíkos tulipántot, a másikra palántáltak tiszta vörös tulipántot. A szerelmeseknek lelke élő tulipántá leve, s addig-addig nevelkedtek, míg összelelkeztek. Szép Júlia, Székely népballada. Szép Júliám, szép lányom, kertemben nő tulipánom. Ne szeresd te jobb ágyodat. Nem szeretem jobb ágyomat, csak szeretem az ifjat. Szép, mi fiat a lelkemet? Jaj, kimen erre, király? Megfogadta az ifja. Föltetetté csonkatoron. Csonkatoron tetejére. Hely, kimene szép Júlia? Meglátta őt az ifjú. Hely, Júliám! Szép Júliám! Kertemben nőtt Violám. Menj be te is apádhoz, essél térd elejébe, s mondd meg neki ilyen szókkal. Atyám, atyám, öreg király! Vétesse be az ifja, csonkatorony tetejéről. Ne veresse az esővel, ne fújtassa hideg széllel, ne sütesse a napfényel. Helybe mene szép Júlia, térdelség kapja előtt, s mondja neki ilyen szokkal. Atyám, atyám, öreg király, vétesse le az ifja csonkatorony tetejéről. Ne veresse az esővel, ne fújtassa hideg széllel, ne sütesse a napfényel. Jaj, kimen öreg király, levéteti az ifja csonkatorony tetejéről. Kivitetté sík mezőre közepére. Ott ült, mindjárt megöleti. Szívét, máját kivéteté. S Júliának haza küldté. Hogy megláttál szép Júlia, hogy megölték az ifjat. Fejét földre csőkeztette. Magát halni eresztette. Hogy meglátta öreg király, hogy haldoklik Júliája. Hely, Júliám! Szép lányom, kertemben nőtt tulipánom. Ha én ezt így tudtam volna, dehogy megölettem volna. Fiamnak fogadtam volna. Királyságom, országom, mind-mind neki adtam volna. Arany János, Roszkonyné. Hová, hová, édes férjem? Megyek a csatába. Galambócon vára török, ne várjon hiába. Megállj, megállj, édes férjem, ne menj még csatába. Befordulok egy kicsinyé öltözőszobámba. Én kegyesem, szép hitvesem, ellenemre jársz szép. Sima vállad, puha kebled, töri az a páncél. Félve tartod a nagy kardot, remegő kezedben. Mit keresnél, gyönge asszony, véres ütközetben? Azt keresem, hív magyar nő, véres ütközetben. Hogy lehessek élve halva, mindig közeledben. Súlyos akar, de nehezebb százszor is a bánat. Jobban töri, mint a páncél, kebelem utánad. Gyöngyös arany fejkötőjét, sisakkal borítja. Karcsú fűzött sejem vállát páncélba szorítja. Kardot is köt, bársonyögre gyémántos fogantyút, pici piros csizmáira szép ezüst sarkantyút. Csalogatja csemegével muciparipáját, lepke szellő lebegteti tengerzöld ruháját. Széles uton, poros uton felleget vereló, csillámlika, villámlika, fényes acélpatkó. Fogadj, Isten, húgom asszon, itt az ütközetben. Nyilat ugyan, amit látom, hoztál szép szemedben. Uram király, Zsigmond király, nem oly divat már a nyillal lőni, mint felséget fiatal korába. Galambócot a Dunáról ostromolni kezdik, folyamon is, szárazon is egyre törik, vesztik. Elől, elől Roszgonyival, kedves életpárja, hív szerelme, szép cicelle, Szent Györgyi leánya. Pogány török a Moráván, érkezik új haddal,
Most vitézek, hajós népek, közül akarattal. Maga vivéroz konyiné, ellenük a gáját, követi a sok dalia dobogos ruháját. Szól az ágyú, szokatlanul durva ozmán fülnek, hajóira tűzkanócok, koszorúk repülnek. Vizet, vizet, a pogányságban ordítosz hiába. Mind odaig, bár van elég víz a nagy Dunába. Maga murad ezt a dolgot, nem veszi tréfára, közeledik nagy hadával törökök császára. Százezerre megyen serge, sok basával béggel, török tatár páhiancsár válogatott néppel. Kár volt neked, Zsigmond király, mindjárt megijedned, gyalázaton a pogánytól egér utat venned. Fut a farkas néha-néha, teszik rázó foggal, népedette át kellette, szökve, mint a tolvaj. Spáhiancsár utóharnak ered az inába, sok rohanott éles törbe, még több a Dunába. Gyalogszerrel a király is, csak nehezen futhat, jó rozgonyi kardja-kardja, csinálnék jótat. Hely! Ki hozza, kormányozza ide ezt a gáját? Vagy már senki meg nem menti magyarok királyát? Én hozom gyöngy asszony hajómat az éjbe. Ülj fel, uram Zsigmond király, te is édes férjem. László várott a magyarság, vala bátorságban. Híre futott a csatának, széjjel az országban. Egy árva szó sem beszéli Zsigmond győzedelmét. Mind a világ, széles világ rozgonyi cicellét. Arany János, ötödik László. Sűrű, sötét az éj, dühöng a déli szél. Jó Budavár magas tornyán, az érckakas csikorog élesen. Ki az? Mi az? Vagy úgy. Fordulj be és aludj, uram László király. A zápor majd eláll, az veri ablakod. A felhő megszakad, nyílás a tűz, patak. Zúgó sebes özönt, a rész csatorna önt Budának tornyiról. Miért zúg a tömeg? Kívánja eskümet? A nép, uram király, csendes, mint a halál, csupán a menny dörög. Megcsörren a bilincs, lehull, gazdája nincs. Buda falán a rab, egy-egy felhő darab ereszkedik alá. Ha, láncát épi a Hunyadi két fia. Uram! Uram, ne félj! László, tudod, nem él. S a gyermek, az fogoly. Mélyen a vár alatt, vonul egy kis csapat, olyan rettegve lép, most lopja életét, kanizsa rozgonyi. Kettőzni kell az ört, kivált Mátyás előtt. Mátyás az itt maradt, hanem a többi rab, nincsen uram sehol. A felhő kimerült, a szélvihar előtt. Lágyan zsongó habok, ezer kis csillagot rengetnek a Dunán. El, még lehet szabad, cseföldön biztosabb. Miért te félelem? Hallgat minden elem ég s föld határa közt. Az alvó aluszik, a bújdosó bújik. Ha megzörren egy levél, porosztót jönni vél, kanizsa rozgonyi. Messze még a határ, minden perc egy halál. Legitten átkelünk, ne félj, uram, velünk a gyermek, a fogoly. Az alvó felvirad, a bújdosó riad. Szellő sincsen, de zúg, felhő sincsen, de búg, s villámlik messziről. Ó, adj nekem hűs cseppet, hű csehem. Itt a kehely, így áll, uram László király. Enyhít, miképp a sír. Állj meg, bosszú, megállj, cseföldön ül a rab, cseföldben a király. Mindig is ott marad, de visszajő a rab.
köszönöm a szót, Csilla. Ahogy te is mondtad a legelején, vérre menő harcok múltak ott a kis olvasóba. Arány jó, hogy most már jól nézünk ki, de nem vesztünk össze a kedves Zsüli társaimmal. Egy pár dolgot szeretnék előre elmondani mindenkinek. Először, hogy nagyon nagy gratuláció nektek, hogy itt a kis szabadidőtökből, meg a telefontól való elvett időből inkább balladákat tanultok, és olvassátok, és értitek, és értelmezitek is. Öt embert választottunk ki, akik a megyére fognak menni majd a hétvégén, hiszem szombaton talán, ugye? Igen. Igen, szombaton. Nem őket fogjuk először mondani, hanem azokat, akik emléklapot kapnak, és nagyon nagy gratulációt fognak ők is teljesen munkájukért. Elősőként is Gömöri Virágot szeretném. Szóval, Süli Csilla a következő. Az egyetlen úriember, Tasi Olivért, ők is szeretnék. Más kori gyereit a hölgyek között a fiúknak mutasd meg, hogy lehet valadákat mondani. És akkor még két-három oklevél van, emlékek van a kezemben. Az egyik az Belányi Orbaráé. Horváth Sára a következő. És Barát Dominika. És akkor most a dobpergés dobszó után következzenek azok a kis kedves baladamondó gyermekek, akik helyezést értek el, és ezáltal mehetnek a városira. Nehéz volt a Zsüli dolga, ugye öt fiatalból kellett úgy választanunk, illetve úgy berakni a sorrend, hogy azért mégis tükrözze azt az előadást volt, azt a karizmát, amit itt többen a balada elmondása közben nekünk mutattak, és egész mélységén föltárták ugye a baladákat. Hát akkor én visszafele fogom kezdeni, jó? Megosztott harmadik helyezést ért el Sipos Jászmin. Akkor szeretném Jászmin elmondanád, hogy hajlikos vagy, és ki a felkészítő tanár? Hatodik B-s vagyok, és Hegedűs Erika néni a felkészítő tanárom. Akkor Erika nének is elmondanád. Szintén megosztott harmadik helyezést kapott Kósa Bianca. Melyik osztályban jársz és mit tanít? Hetedik B-s vagyok, és Frája Judit tanárnál felkészítettem. És akkor kettő darab második helyezett született a mai délután folyamán, ugye volt versenyben. Az egyik második helyezett dobszó után Hegedűs Henrik. Mikos vagy, ki a tanára, kérlek mondd el. 8. C-osztályos tanuló vagyok, és tanár Attila tanár. Ugye nem, már csak két név van itt az asztalon. Szintén egy megosztott második helyezést ért el, Dékány Szintia. Te is mondj magadról valamit. A 8. B-s tanuló vagyok, és Szabó Zoltánné Erika tanárnő. Gratulálunk! Nagy titok már nem maradt. Aki kimaradt, az lett az első, pedig Misi Borbán. Én 7. B-s vagyok, és a felkészítő tanárom Fránya Judit tanárnő. A következő napirendi pontunk az lesz, hogy az öt továbbjutót szeretnénk visszafelekig szólítani, tehát hogy lesz az első, aki kijön, és választhat egy ajándékkönyvet magának. Itt ebből a hét könyvből választ. Nyugodtan nézd el, tüzetesen, amit szeretnél. Érdeklődési körödnek megfelelő nyitát. Aki már játszik Erdélyben. Akkor most Szintit és Henit kérném meg, Dékány Szintit meg Hegedűs Henit, hogy ti már hasszatok, amit szeretnétek. Azokhoz lehet, hogy alá kell írni, igen. És akkor Jászmint meg Kósa Biankát is szeretnék megkérni. Ti is tudtok még a maradék közkönyvben egyet választani.
aztán aztán el lesz. Jó, szobrász. És akkor a zsűri társaimat kérdezném, hogy ti szeretnétek-e valahogy húzni még esetleg a versenyzőknek, mondjuk a további utó versenyzőknek, mert én hallottam, hogy igen. Én csak egy pár szót szeretnék mondani, először is gratulálok, hogy vállaltátok azt, és ezen a szép napon, a költészet napján, hogy itt Balladát mondtok. Én egyáltalán azon gondolkoztam, hogy egyáltalán lehet-e még rendezni Balladamondó versenyt. Hát bizonyítottatok, lehet. És nagyon örülök, hogy a számítógép meg a tablet helyett vállaltátok azt, hogy egy Balladát megtanultok. Méghozzá a legnehezebb műfajt. Ugye, mert abban epika, dráma, líra, minden benne van. És ezt előadni tényleg az legnehezebb. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, és eszembe jut az József Attila élete, amikor tanítottam annak idején, utána olvashattam, hogy az édesanyjának álmában megjelent egy őszöreg ember, és azt mondta, hogy fia fog születni, az Attila nevet adja neki a Hun király után, és híres ember lesz belőle. Hát tényleg híres ember lett, sőt a költészet napját ugye őróla nevezték el, és él a költészet, és nagyon örülök, hogy olvasok, és minél több verset olvassatok, hogyha a regényt nem ismer, ugye azt mondjátok, hogy hány oldalas, nekem is mindig az volt az első kérdés, a házi olvasmány nem kötelező, házi olvasmány, hogy hány oldalas. Nem az, hogy miről szól, mert mindig előkészítettük, hanem hogy hány oldalas. Hát ezek nem olyan hosszúak. Meg a verset szeressétek, minél többet olvassatok. A lelketeket is gazdagítja, meg sok érzést fölszabadít. Tehát nagyon ajánlom a figyelmetekbe, hogy egy 10 perc, vagy egy negyed óra, egy pár verset elolvastok, vagy egyet, egy balladát, és azt egy kicsit átgondolni. Valóban itt az emberi sorsokról van szó, és előképp, vagyis aki tovább jutottak, azoknak főként azt ajánlom, hogy a három fajta műnemet jobban különítsék el. A másképp beszél ugye a Vili király, másképp beszél a gyerek, meg másképp beszél ugye az édesapa. Tehát jobban elkülönít, jó volt, de még jobban, meg nem szabad hadarni, tehát a tagulást ügyesebben megcsinálni a balladamondásnál. Tehát mindenféleképpen esetleg, aki tovább jutott és valamit gondol, hogy segíthetünk, akkor szívesen állunk rendelkezésére. Még egyszer szívből gratulálok, és ne hagyjátok abba a versenyzést, a versek tanulását. Én az unokáimat is mindig erre biztattam, és most dicsekszem, mert az. Az egyik unokám már Kazinczy díjas, és most a másik harmadikos gimnazista, és eljutott az országos döntőbe, úgyhogy jövő hétvégén nekiszorítok. És akkor olyan jól esett volt, mikor a lányom középső lánya megkapta a Kazinczy díjat, azt mondta, hogy én vagyok a 10. Kazinczy díjasok. Hát most már akkor, hogyha sikerülne a mostani Katánnak is, akkor már 11. És ez nagyon jó érzés, tehát nem szabad abba hagyni. És hogyha egy kis sikertelenség, én nem baj, legközelebb megint indulsz, akkor már jobb lesz. Sok mindent tanulsz, és akkor lehet, hogy könnyebben is tanulod. Meg még egy dolgot szeretnék mondani, hogy különösen a balladát időbe kell elkezdeni tanulni. Tehát nem lehet már a holnapra. Nem lehet, gyerekek. Ennek le kell ülepedni, meg kell érni, tehát mindenféleképpen. Én annak idején rengeteg gyereket készítettem föl mindenféle versenyre, minimum egy hónap, meg az ünnepélyekre is, mert nem lehet az csak úgy, hogy oda nyálazok, és akkor elkezdem. Aztán már hoppá, meg is jegyeztem, és akkor ugye, tehát nem akadok meg, biztos a tudásom, meg megérd bennem az a mű, az a ballada,
és mindjárt más lesz az előadás. Nagyon köszönöm ezt a szép költészet napját nektek, és hogy ilyen sokan jöttetek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nem osztják meg, jó? Persze. Én csak azt tudom megerősíteni, amit szerintem a felkészítő tanárok mondtak nektek végig, biztos vagyok benne. Azt viszont azzal kezdeném, hogy mindenkit megdicsérek, mert én úgy éreztem, hogy rettenetesen az, amit választottatok, az a tietek volt mindenkinél. Tehát mindenkinél éreztem, hogy az a ballada, az övé. Az, hogy most mennyire sikerült kihozni, vagy mennyire nem, aha, igen, ott a pont, szövegtudás. Nagyon kell tudni azt a szöveget, hogy akárhogy izgulsz, az ki tudja venni. Biztosan láttátok most így egymást is. Van, akinél elkezdődik, és szépen végigviszi az évet. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos dolog, azt mondja, hogy én nem ismerek benneteket, a 9-es versenyző, hát az egy tökéletes hang, jó? Minimum ilyen hangon kell megszólalni, pláne bent Szegeden, oké? Nagyon fontos a hangerő, hogy ugye hallja mindenki. Nagyon fontos, hogy hogyan nyitsz, hogyan artikulálsz. Felírtam még ilyeneket, gyorsan lesek. Amikor elkezded énekelni a balladát. Fönt vagyok egy kicsit, és lent vagyok egy kicsit, és fönt vagyok egy kicsit, és lent vagyok egy kicsit. Ezt képzeld el, hogyha egy hosszú balladánál végig így megy, hát az valószínű, hogy elveszíted a hallgatót, a nézőnek a figyelmét. Ezért sem jó énekelni. Nagyon fontos a balladánál, azt gondolom, ebben is egyetértünk, a ritmus. Most lassítok. És ha lassítok, azzal feszítek, ha lentebb viszem a hangon, mélyítek. És ha elkezded a ritmust, és már ment, és röpült, és hopp, és fönt van, és ennyire egyszerű. Csak ezt, amikor oda kerül a szívetekből a szöveg, akkor egy kicsit át kell gondolni, át kell nézni, és hogyha így oda tudod tenni mindenki elé azt, ami annyira megtetszett neked abban a balladában, ó, hát akkor nem 5 versenyzőt fogunk indítani jövőre, hanem 10-et, és üzenem a tovább jutott 5-nek, hogy várjátok, fel is írtam pirossal, hogy ezeken a helyezéseken csak javítani lehet, sőt, szabad, jó? Úgyhogy gyertek úgy Szegedről, hogy valamit elértek. Úgyhogy tiétek a világ, hajrá! És nagyon szépen köszönjük nektek is a felkészítő tanárnak! Miért szerveztétek ezt a versenyt? Hosszú évek óta a Szegedi Arany János általános iskola írja ki ezt a balladamondó versenyt, és ez egy tovább jutó rendszerű verseny, tehát az az 5 helyezett, aki itt elérte ezt a helyezést, az tovább jut Szegedre a megyei döntőre. Érdekes az, hogy annyira régen volt már a kezdés, hogy pontosan nem is emlékszik vissza az ember rá. Én nekem egyszer ötletem volt, hogy a zsűribe felkérek egy olyan személyt, aki annak idején részt vett valamelyik versenyen, és ahogy kerestem vissza a neveket, hogy kik értek el helyezést az előző évekbe, akkor találtam még 92-ről egy olyan adatot, hogy most a Petőfi iskolába tanít az, aki akkor 3. helyezést ért el, úgyhogy ebből lehet gondolni, hogy milyen régóta van már meg ez a verseny. Ez nagyon jó, hogy ez a hagyomány így tud folytatódni. Jelenleg hány gyerek, hány diák indult a versenyen? 11 diák jelentkezett. Nekem kicsit szívfájdalmam az, hogy a környező települések általános iskoláiba is elküldjük a felhívást, és az utóbbi években már azt kell, hogy mondjam, hogy inkább ilyen házi vetélkedő lesz az egész, mert nem jelentkeznek csak az itteni általános iskolából. És hogy látod, a gyerekek beleteszik szívük, lelküket ezekbe a fölkészülésekbe? Én nagyon becsülöm azokat, akik elvállalják ezt a szereplést,
mert az általános iskolai tananyagban benne van a ballada, mint műfaj, de ez egy rettentő nehéz. A ballada sajátosságai szerintem az ő korosztályuknak még korai, és minden évben úgy megállják a helyüket, és olyan ügyes választások vannak, hogy tényleg a magukénak érzik a választott balladát, és sikeresen szerepelnek. Milyenek voltak a gyerekek, milyenek voltak a balladák? 11 csodálatos gyermeket láttam, egy urat és 10 hölgyet. Csodálatos balladákat választottak a gyerekek, azt gondolom, hogy mindenki magáévá tette a balladát, és átélte, átérezte. Valakinek jobban sikerült, van, akinek még jobban sikerült, és nagyon volt látni az, hogy ebben a mai rohanó világban ezek a gyerekek a számítógép, a laptop, a telefon mellől inkább ballada mondással, ballada tanulással foglalkoznak. Gondolom nem volt könnyű döntenetek. Milyen szempontok alapján hoztátok meg mégis az eredményeket? Valóban nehéz volt a döntés. Az első továbbjutónak a sorrendje mindenképpen nehéz mindig, hogy ki lesz és hogy lesz. A szempontjaink azok az előadásmód, a szövegbiztos tudás, illetve a kifejezésmód, a dramatizálás, illetve a lira dráma epika szétválasztásának a kimértsége, illetve a teljesen átélése volt a lényeg. És hogy látod, magának a balladának, a balladamondásnak van-e jövője? Hát az új társaimmal épp azon beszélgettük és nevettük, hogy úgy éreztük, hogy talán nem is lesz már idén, illetve hogy ki fogják élni, lesz-e területi, lesz-e megyei, és aztán örömmel tapasztaltuk, hogy 11 fiatal azért mégis eljött és elmondta. Én úgy érzem és azt gondolom, és abban is akarok hinni, hogy a jövője mindenképpen biztosítottanak, hiszen ha van ennyi fiatal, akik évről évre eljönnek, akkor igenis helye van az életünkben a balladamondásnak. Milyen tanácsokat adtatok a gyerekeknek ugye a megyei döntő kapcsán? Az 5 továbbjutó gyermeknek a megyei döntő kapcsán mindenképpen az előadásmód javítását adtuk tanásként, illetve hogy minden jobban tudják tagolni, amit az előbb is mondtam, a 3-as egységet, a lira dráma epikát jobban szétválasztani, nagyobb hangerővel, nagyobb átéléssel és még inkább lassítva a feszültségeket még jobban kihozva egy balladából, lesz a nagy célja ennek, hogy talán még jobb eredményt fognak elérni. Önök a heti mozaikot, a Kistelekvárosi Televízió közéleti magazin műsorát látták. Legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk új műsorral. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!